Kótai északi részén az úgynevezett Bánum várán található az Ibrányi Fráter kúria. A műemléki védelem alatt álló épületbe elvittük 360 fokos kameránkat. A kastélyt Ibrányi András huszárezredes építette az 1740-es években. A hagyomány szerint Krakkóban állomásozott, és ott ismerkedett meg egy lengyel uránus kapitánnyal, aki vendégül látta saját kastélyában. Ibrányinak az épület nagyon megtetszett, ezért rajzokat és méreteket kért róla. Majd lengyel mesterekkel Kótaiban megépítette a lengyel kastély mását. A 8 szobás, barokk stílusban épült kastély homlokzatára felkerült az Ibrányiak ősi címere, az ágak között balra ugró szarvas, fölötte korona. A kastélyt számos legenda övezi. Az egyik szerint az épület alól alagút vezetett egészen a Sárospataki várig, egy másik monda szerint azonban csak Tokajig. A kúriában sokáig az Ibrányi család lakott, egészen addig, amíg Ibrányi Ferenc híres és napokig tartó kártyapartijainak egyikén elvesztette a birtokot. Alakját a Szép Irodalom is őrzi. Jókai Mór egy Magyar Nábob című művében Kárpáti János karakterének egyik inspirációja volt. Ibrányi Ferenc 1818-ban költözött a kastélyba, és 1845-ig itt is élt. A költekező életmódja 1845-ben csődeljáráshoz vezet. 1867-től pedig már a Fráter családé a kastély. A Fráter család után a Körmendi család lakott az épületben, 1920-tól viszont a Tahi család birtokolta a kúriát, 1938-tól viszont már a Piller család lakott a kastélyban, innen is ered a másik elnevezés, hogy Piller kastély. A II. Világháború vége után az uradalmak birtokában lévő földek állami tulajdonba kerültek, ahogy a kastélyok és a kúriák is. Erre a sorsra jutott az Ibrányi Fráter kúria is, mely az 1950-es években teljesen lepusztult. Mindezek ellenére 1953-ban az épületet műemléké nyilvánították. Az 1960-as és 70-es években előbb magtárnak, majd vegyszerraktárnak használták. A kastély egy komolyabb felújításon esett át 1985 és 1993 között, de több kisebb renoválás is történt az évek alatt. A legutóbbi nagyobb beruházás 2017-ben fejeződött be, amikor a kúria elnyerte ma is látható állapotát és berendezését. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni! Hasonló 360 fokos videókért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára. Kövess Facebook és Instagram oldalunkat.